tisztelt vendégeim, kedves közönség, engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Szilágyi Ágnes vagyok, és a program szerint ennek a délutánnak a házigazdája. Ebben a szerepben két tisztem van, egyrészt, hogy bemutassam az asztalnál előtt. Először is Sikors Balást, aki ennek a szép könyvnek a szerzője, amiről ma délután beszélni fogunk, illetve azokat a vendégeinket, akik elmondják a gondolataikat erről a kötetről. Gyáni Gábor professzor, az MTA tagját szeretném bemutatni, illetve az akadémiai intézetei, sok néven nevezeti intézetei közül a Történettudományi Intézet munkatársát, vagy ott munkatársát, illetve Szívós Erika docensasszony tanszékvezetőt, a mi történeti intézetünknek az oktatóját. Ők fognak beszélni a kötetről. A másik feladatom az, hogy helyettesítsek tulajdonképpen Csor Balázs professzort, aki egy kutatási programot vezet itt az egyetemen, és ez a kutatási program, ami különféle hívószavak köré csoportosított néhányunkat, több intézeti munkatársak, ezek a hívószavak, a közösségépítés, a család, haza, a hagyomány és az innováció, és úgy hívják a tématerületi támogatás, ez az ELTÉN folyó program. Nos, ez tudja támogatni az itt dolgozó kutatókat abban, hogy a közönség nagyobb, szélesebb szakmai és szélesebb olvasó közönség elé tárják azokat a dolgokat, amikkel foglalkoznak. Ez a program támogat fordítást, lektorálást, és ebben az esetben a Napvilág kiadót, ami megjelentette Sikors Balázsnak a kötetét. És akkor én nem is szaporítanám a szót, hanem átadom a beszélgetés lehetőségét vendégeinknek. Nem is tudom, hogy építettétek föl a hozzászólásokat, talán először a közszívós tanárnőt kérem meg. Köszönöm szépen. Igazából egy tervnél megyeztetünk. Járt a lányúra, ha lesz egy kérdődést, akkor most éljárok jobban, mint első megszólaló. És hát először is szeretném megköszönni a felkérést. Csorba tanár úrnak köszöntem volna, mert ha ő most itt lenne, mert tulajdonképpen ő vett rá, ő kért fel arra, hogy vállaljam el a könyv egyik bemutatójának a szerepét. De hát tegyük hozzá, hogy nagy örömmel vállalkoztam erre a könyv bemutatásra, mert egyrészt hát történészként, kutatóként, oktatóként én magam is nagyon sokat dolgozom olyan jellegű személyes forrásokkal, mint amilyenekről Balázsnak a könyve szól. Tehát azt gondolom, hogy mindannyiunkat, minden történészt foglalkoztatnak valahol ugyanazok a típusú kérdésfeltevések, ugyanazok a gondolatok, amikről ebben a könyvben szó van. És hát emiatt nagyon kíváncsi voltam, hogy egy olyan történész kolléga, akit ráadásul sok szempontból rokon léleknek tartok, most ezek a nyílt színű vallomások, ezek ilyen jól hangzanak, szóval akiről azt gondolom, hogy sok szempontból hasonló az érdeklődése, vagy hasonló a gondolkodása, mint nekem, mit gondol azokról a kérdésekről, amiken én magam is nagyon sokat rádultam már életem során, és hát itt vannak olyan tulajdonképpen véletlen egybeesések, mint például az, hogy én magam is tartottam éveken keresztül egy női memoárokról szóló órát, egy olyan szemináriumot, ami alapvetően forráselemző óra volt, és pontosan erre a korszakra esett azoknak a női memoároknak a korszaka, tehát 1800-as évek közepe, és mondjuk 1945-48 közé. Tehát mindezek után nyilván nagyon kíváncsian vártam, hogy mi mindent fogok ebből a könyvből megtudni, és milyen újabb ötletekkel, gondolatokkal gazdagodok. Harmadrészt, ezt még hozzátenném, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kúrens téma, amiről ez a könyv szól. Az emlékezés és az emlékezet kutatása az 1990-es években, 2000-es években centrális jelentőségű lett a történettudományban. Hát erről Gyáni Gábor tudna, vagy tud is majd nagyon sokat beszélni, hiszen ő ennek az egyik hazai, ennek a területnek az egyik hazai doajenje, és nem csak a történettudományokra igaz ez az állítás, hanem mindenféle más humántudományra is
ez szerintem egyébként ebből a könyvből is kivilágít, a könyvből is átszülődik. Na most innen indítanám azt, hogy hol helyezzük el disziplinárisan ezt a könyvet, hogyha meg akarjuk határozni Balázs könyvének a helyét a mai tudományos mezőben, akkor azt mondanám, hogy a történelemtudomány, az irodalomtudomány és a narratológia határmesdjéjén helyezzük el, de ha nem akarok ennyire komplikált lenni, akkor találhatunk egy ennél sokkal egyszerűbb címkét, amit úgy hívnak angolul, hogy Memory Studies. Ez a Memory Studies, ez egy viszonylag kurrens dolog, lehet, hogy soha nem lesz magyar neve, és így járunk vele, mint az Oral History-val, meg a Gender Studies-zal, hogy a Memory Studies fog szervesülni a magyar nyelven és a tudományos szóhasználatban. Minden esetre ez az a szernyőfogalom, ez az a terület, amin belül ezt a könyvet nagyon jól el lehet helyezni. Ez egy tág és rugalmas fogalom, amiben ugye nagyon sokféle dolog benne van, beletartozik egy sor olyan téma, mint például a privát és a hivatalos emlékezet problematikája, a kettő között gyakran fennálló feszültség, ami alatt olyasmit értek, hogy mi van akkor, amikor a hivatalos emlékezet politika egyáltalán nem vág egybe az egyén, a család, a kis közösségek emlékezetével, és milyen feszültségek, milyen diszonanciák származnak ebből. Aztán beletartozik a Memory Studies-nek a fogalmába az olyan jellegű problematika is, mint mondjuk a fizikai emlékművek, emlékhelyek felállításának a története, és ezek későbbi sorsa beleértve ezeknek az emlékműveknek a lerombolását, eltávolítását, cseréjét, és így tovább, illetve hát ezek azokat a szimbolikus eseményeket, mondjuk megemlékezéseket, vagy tüntetéseket, amelyek ezeknél a szimbolikus helyszíneknél zajlanak. Beletartozik a Memory Studies fogalmába a Pierre Nora-i értelemben az emlékezetnek a kérdése, a lieu de mémoire, és az mindez a példapár, ami ehhez tartozik. Beletartozik a traumatikus vagy negatív történelmi emlékezet, az, hogy ezzel mit kezdünk, ezzel mit kezd a társadalom, mit kezd egy ország közvéleménye. És végül, de nem utolsó sorban beletartozik a Memory Studies problémakörébe mindazoknak az írott, illetve szóbeli forrásoknak a miben léte és az értelmezése, amelyekben az emlékezet megnyilvánul. Na most pontosan ezeknek a forrásoknak az áttekintése és az értelmezése képezi ennek a könyvnek a tárgyát, áll a könyvnek a fókuszában. És hát ez a könyv az emlékezés, az írott emlékezet különböző műfajait, a naplót, a visszaemlékezést, illetve a szépirodalmat, a leveleket, a levelezést állítja a fókuszába. És van egy fejezet, ahol az Oral History-ról, a szóbeli emlékezetről is esik benne szó. A vezérgondolata a könyvnek, amit számos szempontból körüljár Sipos Balázs, az az, hogy a múltbeli tapasztalatok hogyan formálódnak meg, és hogyan lesz belőlük elbeszélés, milyen kettősség figyelhető meg a kettő között, és milyen feszültség keletkezhet a kettő között. Na most, amikor az ember egy ilyen jellegű könyvet a kezébe vesz, akkor nagyon furja az oldalát az, hogy a szerzőnek vajon mi volt a motivációja, vajon mi készítette őt arra, hogy egy ilyen kis monográfiát megírjon. És hát találgatni nyilván lehet, nyilvánvaló az, hogy Sipos Balázsnak az eddigi kutatásai során sokszor és sokféleképpen jöttek vagy jöhettek szembe ezek a személyes források, és sokszor ütközhetett bele azokba a dilemmákba, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy hogyan kell ezeket a forrásokat értelmezni, mire jók, stb. Nem tudom, hogy ki mennyire ismerős Sipos Balázsnak az életművével, de most már mondhatjuk, hogy életművével, de hát vannak itt olyan könyvekről beszélek, mint mondjuk a Politikai Újságírás, mint Hivatás című monográfiája, vagy a modern diplomás nő a Horthy korszakban. Nő vagy nők? Nő.
a modern diplomástő a Hortikországban című műve, illetve hát ennek a könyvnek az angolul megjelen változata. A magyar változatot Papp Barbarával közösen jegyezték, mint szerző. És a természetesen számos folyóiratban és tanulmánykötetben megjelent tanulmány. Na most hát minden bizonnyal az ezekhez a munkákhoz használt források és az általuk felvetett kérdések inspirálták Balázst a könyv megírására, és készítették arra, hogy számot vessen egy sor történészi dilemmával. Én valahol egy kicsit sajnáltam, hogy erről nem volt szó a bevezetőben, én szeretem ezeket a szubjektív bevezetőket, és örültem volna annak, hogyha valahogy egy kicsit vallomásosabbra veszi a figurát, és beszél a könyv keletkezésének a körülményeiről, mert azt gondolom, hogy ez a fajta szubjektivitás soha nem baj, sőt, nagyon vonzóvá és autentikussá tudja tenni azt, ami utána következik, azokat a fejtegetéseket, amit utána jönnek a könyvben, és hát ennél a könyvnél aztán különösen stílszerű lett volna, hogyha a szerző egy kicsit autobiografikus módon vezeti föl az egész könyvet és az egész problematikát, lévő, hogy részben ilyen forrásokat tárgyal a későbbiekben. De térjünk vissza a dilemmákhoz, a történészi dilemmákhoz, a személyes források történészi kiaknázhatóságának kérdéséhez. Hogyha röviden szeretném összegezni, akkor nagyjából olyan kérdéseket tematizál a könyv, vagy olyan kérdéseket igyekszik megválaszolni, hogy például mire jók az írott személyes források, milyen értelemben van ezeknek forrásértéke, miért kell őket forráskritikával kezelni, és milyen típusú forrással szemben milyen kritikai megfontolásokat kell alkalmazni, hogyan definiálhatjuk az egyes műfajokat, és hol húzódik ezeknek a műfajoknak a határa. A könyv ugye fejezetenként elkülönítve tárgyalja a személyes forrásoknak az egyes műfajait annak érdekében, hogy ezekre a kérdésekre koherensebben tudjunk válaszolni, és rá tudjon mutatni az egyes sajátos problémákra, amelyek bizonyos műfajokkal kapcsolatosak. Az első fejezet, most egy kicsit egy-egy mondat erejéig végigmennék a fejezeteken, az egyes első fejezet arra szolgál, hogy itt exponálja először a szerző azokat a nagy kérdéseket, amiket a későbbiekben körbejár. Ennek a központi problémája, ennek a fejezetnek az, hogy hogyan lesz az élményből, a személyes élményből történeti tapasztalat, és mit értünk egyáltalán történeti tapasztalat alatt. Nem szeretnék spoilerezni, úgyhogy itt a definíciókat nem fogom elmondani a könyvből, csak a felvetett kérdéseket. Már itt, ebben a fejezetben előkerül viszont a műfajok keveredésének, illetve a műfaji szabályok megsértésének a problémája, ami aztán később nagyon hangsúlyos szerepet kap egyes fejezetekben. A második fejezet az önéletrajzi visszaemlékezésről, és az önéletrajzi visszaemlékezésről, mint forrástípusról szól. Ebben a fejezetben ugye felvetődnek mindazok a problémák, amelyek már a több disziplina jó voltából is jelentős szakirodalmat generáltak. Például az a szempont, ez nem csak a történettudományban szokott felvetődni, hanem az irodalmárok körében is, sőt, még több a pszichológiában is, hogy a szerző olyan narratívaként konstruálja meg a saját élettörténetét, ami a megírás idejéből nézve az emlékíró akkori világképe és önképe szempontjából, amikor megírja, koherens kell, hogy legyen, és minden ennek rendelődik alá. Nem lehetnek ellentmondó részletek, stb. A visszaemlékezésben, és emiatt és más okokból is sűrűn előfordulhatnak a visszaemlékezésben olyan szándékolt vagy akaratlan kihagyások vagy elhallgatások, amelyek hát ennek a koherenciának az érdekében történnek, vagy hazugságok, vagy átértelmezések. Tehát itt elemzőtől függően keményebben vagy kevésbé keményen szoktunk rámutatni ezekre a fajta élethazugságokra, egyik hazugságokra, és hát ezeket a politikai motivációira, ugye itt arról is van szó, hogy a visszaemlékezéseknél nagyon sokat számít az emlékirat megírásának az ideje, és az a politikai környezet, az a politikai atmoszféra, ami ilyenkor a szerzőt körülveszi, és hát bizonyos emlékeinek, vagy bizonyos életeseményeinek a kicenzírozására kényszeríti.
Fontos kérdésként vetődik fel a fejezetben az is, hogy mi történik akkor, amikor több műfaj egymásba mosódik. Tehát mi van akkor, amikor például egy visszaemlékező a saját egykori naplójegyzeteit használja föl az emlékiratnak a megkonstruálásakor, sőt, esetleg olyasmire is letemetik, hogy ezeket a napló részleteket beleteszi szövegszerűen a visszaemlékezésbe, és akkor most mi van most? Akkor az egykorú szemponttal van dolgunk, az itt és most szempontjával van dolgunk, vagy pedig egy utolagosan megkonstruált narratívával, ami egészen másképp működik. Még érdekesebb az a szituáció, amikor az autobiográfia visszaemlékezés szerzője valamiféle játékot üz az olvasóval, és mondjuk szándékolt hatássértést követel azzal, hogy ide-oda mozog a fikció és a valóság között. Többször szóba kerül a könyvben egy Philippe Lejeune nevű szerzőnek a nagyon fontos fogalma, az önéletrajzi paktum, ami, hogyha valaki esetleg nem találkozott volna vele, tulajdonképpen egy nagyon egyszerű dolgot jelent. Az önéletrajzi paktum azt jelenti, hogy arra szerződik az önéletrajzíró az olvasóval, hogy ő most itt egy igaz, valós történetet, tehát a saját élményein alapuló igaz, valós történetet, és nem pedig fikciót fog előadni. Lecsupaszítva nagyjából ennyi az önéletrajzi paktum lényege. És hát Sipos Balázs fölveti azt a problémát, hogy mi van akkor, hogyha a szerző nem tartja be ezt a paktumot, és elkezd mondjuk fikcionális vizekre elvezni, és olyan részletekkel dúsítani a saját visszaemlékezését, amelyek szintisztán kitalált jellegűek, vagy hát szépirodalmi jellegűek, és nem feltétlenül múltbeli megtörtént eseményeken alakulnak. A harmadik fejezetben szűrődik át nagyon erőteljesen az, hogy Sipos Balázs foglalkozott már az újságírókkal és az újságírónőkkel más művében is, és annak a kis monográfiának központi témája volt az újságírás professzionalizálódása, az újságírás hivatássá válása, és hogyha jól emlékszem, akkor már abban a könyvben is nagyon fontos szerepet kaptak az újságírónők. Hogy akkor velük most mi van, ők hogy helyezhetik el ennek a professzionalizálódó hivatásnak a mezőjében. Ebben az itteni fejezetben, miközben Balázs tárgyalja az alkalmi emlékbeszéd műfaját általában, egy olyan forrásanyagot dolgoz fel, ami 1912-ben keletkezett, és a Budapesti Újságírók Egyesületének az azévi almanak való. Ez egy hosszú cikk, hogyha jól értem, Tábori Kornél tollából, és a cikk számos újságíró nőnek a Tábori által bekért visszaemlékezésein alapul. Ezekben a rövid szövegekben az újságíró nők vallottak a saját pályájukról, a szakmához, a szakmai csoporthoz való viszonyukról, és szakmai, saját szakmai identitásukról. A negyedik fejezet a naplókról szól, a naplók történeti szempontú elemzésére, forrásként való felhasználására koncentrál, és hát ennek a célját, értelmét, mármint a naplóírás célját, értelmét körbejárva, utána Sipos Balázs nagyon konkrétan egy esetre fókuszál, jelesül Márai Sándor írónak a több egymástól eltérő időpontban keletkezett napló változataira. És hát ez egy nagyon jól sikerült kritikai mélyelemzés, az én véleményem szerint a kötetnek az egyik legjobban sikerült, legerősebb része. Így Sipos Balázs arra hívja fel a figyelmet, hogy kiadás alkalmával, amelyben a napló kiadásra kerül, a szerző akár nagyon erősen megrostálhatja és megszerkeztheti a saját szövegét. Tehát itt végképp kivégezhetjük azt az illúziót, hogy a napló hű tükre az itt és most állapotának, és hát egy ilyen nagyon személyes és nagyon közvetlen forrás, ami arról árulkodik, amit az adott szerző abban a pillanatban érzett. Mert hogy hát innentől kezdve a napló az egy tulajdonképpen egy ugyanolyan történeti szövegé vagy forrássá stilizálódik,
át, mint amilyen igazából a visszaemlékezés is, és nagyon keményen működésbe lépnek a cenzúra, az öncenzúra, és az átértelmezés, a saját élmények átértelmezése erői. És hát ennek a fejezetnek a kapcsán fogalmazódott meg bennem a legerősebben az, meg egy másik fejezet kapcsán, ahol Rákosi Jenő, a századforduló egyik konzervatív, nacionalista konzervatívnak tartott újságíró pápája, és az ő emlékezéseinek az elemzése kapcsán fogalmazott meg bennem az a kicsit kritikai jellegű megjegyzés a könyve kapcsán, hogy jobb lett volna, vagy örültem volna, hogyha több ilyen mély elemzést olvasok benne. Ezek egyértelműen a legerősebb része. Nagyon-nagyon sok példa, napló, visszaemlékezés, regény, levél kerül elő a kötetben, de tulajdonképpen azok a legjobb részek, ahol egy-egy ilyen mű nagyon alaposan körbe van járva. Tehát az élettörténet is jól be van mutatva, a kontextus is jól be van mutatva annak a kiadásnak a megszületése, a körülmények is jól be vannak mutatva, és hát van idő és van hely arra, hogy nagyon éles szemmel mutasson rá Sikors Balázs ezeknek a szövegeknek az ellentmondásaira, vagy azokra a történészileg jól kiaknázható problémákra, amik a szövegben rejlenek. Tehát én arra biztatnálak, Balázs, hogy termékeny életek hátralévő részében írjál még sok ilyet, és írjál hosszabb mély elemzéseket is egy-egy ilyen akár felfedezetlen műről, mert ezek és jól sikerülnek. Az ötödik fejezet több műfajt és forrástípus tárgyal a levéltől a regényig, és hát azt a kérdést járja körbe, hogy mennyire legitim dolog a szép irodalmat történelmi forrásként használni. Ez szerintem mindannyiunkat nagyon izgat, mert már minden történész oktató rájött egyszer erre, hogy ez egy végtelenül hálás dolog szép irodalommal foglalkozni, korttörténet vagy társadalomtörténet címén. Ennél már csak egy hálásabb dolog van, a filmes szeminárium, amikor az ember beül és 90 percen keresztül csak annyit kell tennie, hogy hát nézzük a filmet közösen, és utána nagyon okosan le kell vezetni egy vitát a következő 90 percben a film értelmezéséről, tehát van ennél még hálásabb műfa is, de saját tapasztalatból is tudom, hogy a szép irodalom elemzése, de kőkemény történészi szempontú elemzése, illetve történeti szakirodalommal való ütköztetése egy nagyon izgalmas, intellektuális kaland szokott lenni. És hát itt ebben a fejezetben bőségesen esik szó arról, hogy a mai történész szakma, a mai magyar történészek mit gondolnak erről. Az a kép bontakozik ki az egészből, hogy a szakma kollektív álláspontja most már sokkal megengedőbb ebben a kérdésben, és sokkal inkább hajlamosak vagy hajlandóak a történészek komoly forrásként tekinteni a szépirodalomra, és használni is azt, nyilván bizonyos szigorú megszólításokkal. És végül a hatodik, utolsó fejezet, ami az értelmező historiográfiai kontextusok címet viseli, némileg eltávolodik a kötet tárgyától, viszont ezért cserébe egy nagyon érdekes és inspiratív megfigyelésekkel dúsított alfejezetet olvashatunk itt, a politikatörténetírás és a társadalomtörténetírás viszonyáról, ami hát számunkra személyesen is nagyon tanulságos volt, és két további alfejezet, az oral history, valamint az interjúk, a szóbeli tanúságtétele szerepét és lehetőségeit járja körül. Hát nyilván egy ilyen rövid ismertetésben csak néhányat tudok felvetni mindazokból az izgalmas elméleti és forráskritikai kérdésekről, amelyek a könyv oldalai megjelennek. Mindenesetre annyit még hozzátennék, hogy ezek a könyvfejezetek nagyon-nagyon impozáns mennyiségű szakirodalmat dolgoznak föl, tehát Balázs gyakorlatilag minden olyan jelentősebb művet feldolgozott,
amikben magyar történészek írtak ezekről a kérdésekről az elmúlt évtizedekből. Évtizedekben nem csak olyan kötetnyi terjedelmű műveket, mint amilyenek mondjuk Jáni Gábornak a könyvei számos tanulmánykötete, illetve monográfiája, vagy Kövér György, vagy Fritz Pál, szintén vastag könyv méretű könyvei, hanem hát jó néhány tanulmánykötetben és folyóiratban megjelent tanulmány is. Na most ezeknek a sokszor referenciapontnak tekintett írásokkal Sipos Balázs sokszor polemizál, vitatkozik, és ilyen formán még érdekesebbé teszi a saját elemzéseit az, hogy egy-egy ilyen nekifutás kapcsán többféle elemző szempontot ismerhetünk meg, nem csak a sajátját, hanem másokéit is, és a mások közéit irodalomtörténészek, irodalmárok is tartoznak, lévén, hogy ez a fajta emlékezetkutatás vagy narratív kutatás, ez több disziplina által is előszeretettel művelt műfaj. Hát, hogy a pszichológusok nincsenek benne ebben a könyvben, azt már igazán nem lehet Balázsnak felrúni, mert talán az már tényleg messzire vezetett volna. És mindezzel egyben, és ezzel most mindenkit megmutatnék, hogy el is érkeztem ismertetésemnek a végéhez, Sipos Balázs azt a szempontot is belecsempészi a könyvbe, hogy a személyes narratív források elemzése az mindig egy nyitott végű vállalkozás. Nem csak abban az értelemben, hogy senki nem lehet biztos a forrás idézőjelben igazság tartalmában, hanem abban az értelemben is, hogy a korábbi értelmezések igazából sem lehetünk soha biztosak. Tehát igazából Balázs könyve egyfajta felhívás a történész olvasóhoz, felhívás arra, hogy a kezébe kerülő narratív forrásokat mindig mindenki a legnagyobb körültekintéssel, a legnagyobb kritikai éleslátással és hát kritikai éleslátását csúcsfokozatra állítva használja, olvassa, és mindig úgy olvassa, mintha ő lenne a világegyetemben az első, aki azt a narratív forrással foglalkozik. Úgyhogy köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna elmondani a könyvről, és nagy élmény volt, és most átadnám szót Jáni Gábornak, hogy Szilágyi Ágnes tanárnőnek, aki majd megadja a szót, mert ez nem az élet. Köszönjük szépen, docens asszonynak, és akkor Jáni Gábornak. Köszönöm szépen. Hát nem mondom, hogy megkönnyítette Szivos Erika a dolgot. Bizonyos tekintetben mindent elmondott, amit el a könyvről el lehet mondani. Tehát én megpróbálok majd más mondani, ugyanarról, vagy sikerül, vagy sem. De ez legalábbis fölment az áttekintés kötelezettségétől, mert a könyvet áttekintette az előttem szóló. Hát az a kezdem, hogy Balázs elsőként sajtótörténét ismerhetünk meg. Azt hiszem máig te vagy a bizottság. De nem tudom, mert van egy másik szakmai identitása a nőtörténész. Hol ennek a bizottságnak, hol annak a bizottságnak a vezetője. Most éppen azt mondom, sajtótörténeti bizottság vezető. Aztán ugye a sajtótörténészből lett nőtörténész. Ezt a kettőt kombinálta is. És itt a harmadik arca Balázsnak. A módszertanos. Ez egy módszertani könyv tulajdonképpen. Ami nagyon ritka a magyar kötetírásban. Mindig is ritkán írtak módszertani könyveket, sajnos. Nem csak elméleti könyveket, tehát elméleti könyveket nem olyan volt szokás, hogy tanulmányokat írni, hanem módszertanit sem. Ez inkább módszertani, mint elméleti, annyiban. Hogy narratológiáról szól, töltöti narratológiáról szól, ez a konkrét tárgya, de nem a narratológiának az a fajtáját látja maga előtt, amelyet mondjuk a Hayden White vagy Frank Ankerschmidt és mások sokat még műveltek, akik alapvetően filozófusok. White történészként indult, de igazából filozófussá vált, hanem a forrásokra fókuszál. Narratív források, hát ez a narratív forrásból sokféle van.
ezt tovább kell specifikálni, ezek a személyes források. A személyes narratív források. Ami a könyv címében is szerepel, ilyen nem akart idegen szót használni, markánsabban kifejezi a dolgot az egodokumentum szó, vagy kifejezés, amely persze már a könyvben igen gyakran előfordul. Ezek lényegében egodokumentumok. A narratív forrásoknak az a fajtája tehát, amely nem hivatalok, nem személytelen ágensek kancelláriában dolgozók, vagy bürokráciában dolgozók körmölnek le, hanem magánemberek. Ettől személyes, vagyis egodokumentum. Azt csak, hogy zárójelben jegyzem meg, hogy még máig nem tisztázott, hogy kell írni az egodokumentumot. Te ego kötőjel dokumentumnak írott, kövér is. Én zselétől úgy írtam, aztán egy orvosi szerkesztő egybeíratta velem, egodokumentum, azon egybeírott. Ezt már valami nyelvtanossal tisztázni kell, hogy egységesítsük a írásmódot. Szóval, ez az egodokumentumok módszertani vitatása, tárgyalása ez a könyv. Ez erről szól. A fejezetbeosztás előttünk van, Erika elmondta, fölment erről ez alól, feladott alól az előttet szóló. Én úgy csoportosítanám magam szempontjából a könyv tartalmát, hogy van egy elméleti módszertani tanulmány, a személyes forrás, szépirodalmi forrás és a történelmi tapasztalat elbeszélése című remek mű. Ez egy remek mű, ez a fejezet. Én elég sokszor írtam már az egodokumentumot, és fog megjelni Debrecenben egy ilyen tanmánykötetben egy erről szóló írásom. Nem mentem ilyen mélységekig el, sajnos meg kell mondjam. Más volt a megközelítésem, inkább historiográfiai, ami itten nincsen tárgyalva, de ilyen dolgokról szoktam volt beszélni, mint abban is, hogy ezt mondjuk a hollandok találták ki az egodokumentumot 1950-es években. Egy amsterdami professzor adott el szerelő adásokat az amsterdami egyetemen. Az Anna Frank napfolya volt egyébként a kívüló hollandok számára, és mai napig az egyik legfejlettebb egodokumentum kutatás Hollandiában van. Aztán német nyelvterületen, stb. És hát persze az angol százoknál minden virul. Ez itt nem érdekes, ez csak egy iszolgálfői háttér, de ez sem járt megismert. Tehát ez a bevezető tanulmány, tanulmány. Mégiscsak előre kell bocsájtani, ez a könyv nem monográfia. Ez a könyv tanulmánykötet. Különböző helyeken, különböző időben készült írásoknak a gyűjteménye, ez nem baj, sőt, mert ezt a részt mostanában ilyeneket adok ki, kicsit kifejezi azt a korunknak azt a sajátosságát, intellektuális sajátosságát, hogy a nagy elbeszélés némileg halott, már szkeptikusak is vagyunk a nagy elbeszélések relevanciája iránt, és hát feldarabolódik a tudás, és ennek kifejeződése az, hogy tanulmánykötetek tömkelege lát napvilágot. Tehát ez különböző időpontokban, különböző helyeken megjelent tanulmányoknak a talán egy kivételével homogén kötetbe szerveződése. Az egyetlen kivétel szerintem, azt hiszem én kértem, hogy írj, ez az utolsó, az értelmező historiográfiai kontextusok, ez is egy konferencia előadás volt, talán Balatonfüreden, ha jól emlékszem. Turkevén. Ennek talán kibővített változata ez, a média kötet, ott az aztán szerepel. Az nem igazán élik ebben a kötetben, de mondom, talán mégis legyen terjedelmesebb a kötet azért kerülte. Nem baj, csak ennyiben nem homogén a kötet. Az összes többi az, ami öt fejezet egyébként, öt fejezet, a tabolt szövegkorpusz, az mind ugyanarról szól. Az egodokumentumok episztemológiájáról szól ez. No, akkor induljunk ki ebből. Az egodokumentumok episztemológiai, mit jelent ez? Ez azt jelenti, Palás szerint is, és szerintem is, hogy ezen forrás típusok segítségével, Erika elmondta, hogy milyen forrásokról van szó, napló, önéletírás, életút, elbeszélés,
oral history, és így tovább. Tehát amikor a történelmi ágens maga szólal meg, valamilyen formában, vagy orálisan, tehát megbeszéltetik, vagy leírja, mint itt a könyvben borítóján is, az a leányzó írja mondjuk a lapróját, írogatja. Szóval ezek a források mire jó? Miért van jelentősége az ego-dokumentumok használatban? Azért, mert van egy változás a történetírói érdeklődésben, az intézménytörténet, a nagy állami elbeszélések története iránti érdeklődés helyébe lép azoknak az embereknek a szubjektivitásának a feltárása, akik a történelmet csinálták, átérték, elszenvedték, stb. Tehát a történelmi aktorok vagy ágenseknek a tapasztalati világa iránti történetírói érdeklődés az, amelyik előhívja az ego-dokumentumok használatára való igényt. Mert ezt másképp nem lehet megismerni, vagy nagyon nehezen lehet megismerni. Talán te is egyszer említed, hogy hivatalos dokumentumokból is olykor, ilyenek például a most meghalt Davis, Latai Simon Davisnek van egy könyve például, az én jut eszembe most, mert az kérvényekből írta ezt a könyvét, a Davis. Tehát amikor az ember hatóságokhoz fordul, uralkodókhoz fordultak ezek a korai kérvényekről, applikációkról van szó, mint a Davis földolgozott. Nyilván ott is szubjektív hang szólal meg, és ez egy kvázi hivatalos dokumentum, bekerül egyébként az irattárakba, stb. Stb. Tehát ilyenek is léteznek, de azért általában a hivatalos konvencionális történelmi dokumentumok nem ilyenek. Középkorban oklevelek, később jegyzőkönyvek, és itt a statisztikák, szóval csupa személytelen dolog, amelyet mostanában Hajnal Istvánról írok, és foglalkozom vele, hogy mondjam, hogy hát ez egy több évszázados szakszerűségnek az eredménye, hogy megtanulnak így fogalmazni a bürokraták, a klerikusok korában. Tehát ezek nem igazán személyesek, bár személyek írják őket, de nem magukat adják benne, hanem a személyiségüket, de viszont azok az ego-dokumentumok, amelyekről szó van, azokban leginkább mégiscsak a személyiség maga nyilvánul meg. Az a kérdés persze, hogy van-e személyiség. Én nagyon szeretjük ezt, kiterjeszteni ezt a fogalmat, hogy személyiség az mindig is volt, hát nem volt mindig, korán sem. Mi igazából a modern személyiség képét látjuk magunk körül. Bizonyos történészek, akik a dokumentumokkal kapcsolatos, egy amerikai, most nem emlékszem hét a nevére, az azt mondja, hogy kb. A 18. századtól kezdve beszélhetünk igazi, autonóm, szuverén személyiségről, amelyik igazi ego-dokumentumot képes létrehozni, nem valamiféle konvencionális gondolkodásmódnak és írásmódnak a kívánalmai szerint ír, akár naplót, vagy bármi más levelet. Tehát a modern személyiség az igen, az szemtelen, az gátlástalan, az kinyílik. A nemrég elhűlt a Heller Ágnes egyik utolsó könyve egyik szólt erről például, hogy már mindenki, színészek, prostituáltak, és itt van, mind-mind dokumentumokat gyárt. Mert azt gondolja, hogy az ő személyisége az olyan érdekes. Őket olvassák is, mindig minket amennyire olvassák. Tehát lehet, hogy igazuk is van. De hogy ez annyira demokratizálódott az, hogy a személyiségem az érték. És arról beszélnünk kell, azt meg kell mutatni. Egyszerűen, mint 100-200 éve létezik ez az önfeltáplálkozás, amelyet az ego-dokumentumok mögé kell képzelnünk. És a történész erre kíváncsi. Megtudja belőle, hogy mit, hogyan éltek át. Nem az, hogy mi történt, nem az, hogy miért történt, ami történt, hanem ami történt, annak milyen szubjektív tartalma van. És miért fontos ez egyáltalán a tapasztalat, ez az történelmi tapasztalat. Te kicsit talán
nem konzekvensen használod ezt a fogalmat. Én azt mondom, hogy a történelmi tapasztalat a történelmi ágens tapasztalata, a történeti tapasztalat az a történész tapasztalata, aki a történelmi tapasztalatot a saját tapasztalataként feldolgozza, megérti és leírja, megfogalmazza, cselekményes formában ábrázolja. De ez egy terminológiai probléma. Szóval miért érdekes a történelmi tapasztalat? Azért, mert valójában a történészek úgy mutatnak be cselekményeket, úgy cselekményesítik a múltat, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mit gondolnak azok az emberek, akik ezeket a cselekvéseket elkövetik. Mert erről ők nem beszélnek. Az ember cselekszik, és a motivációi mindenkinek a motiváció nélkül nem lehet cselekedni, de azok rejtve maradnak. Na most, na de úgy nem lehet egy sztorit megcsinálni, irodalmiasítani a múlt elbeszélését, szakmai szempontból történt írás, hogy nem tulajdonítunk szándékot a cselekvőnek. Én egyszer Szűcsenő kapcsán igyekeztem feltárni azt, hogy Szűcsenő hogyan tulajdonít cselekvő, a 4. Béla, aki újraépíti az országot a tatár rombolása után, mit gondolhatott, hogy mit kell tennie? Mi motiválta? Mert a Szűcsenő szándékokat tulajdonít a 4. Bélának. Fogalmunk sincs, hogy mi volt negyedik Béla szándéka. Negyedik Béla analfabéta volt, mint a legtöbb középkori ember, alkoholokat is beleérte. Ha tudta volna is, hogy mi a szándéka, a motivációja, se tudta volna leírni és nekünk átadni ezt a tudást. Tehát mi a szándékokról szóval nem tudunk. Még modernkorban sem. Például amikor azt gondoljuk, hogy tudjuk, mert megvallja az illető, akkor sem biztos, hogy el kell nekünk azt hinni. Hazudhat, vagy nem is, ő maga sem tudja pontosan, mi a szándéka, a motivációja, stb. Ez a probléma, hogy a cselekvés szándék nélkül nem értelmezhető. Ez a történet, amikor cselekvéseket cselekményben előad, leír, akkor határozott, tudatos cselekvésekként ábrázolja ezt. De ezeket ő találja ki. Ez az újjából szokja, hogy úgy mondjam. Persze nem az újjából szokja, vannak ebben nagyon sok történeti tapasztalat, sokat foglalkozik a forrásokkal, és sok minden már tud arról, hogy körülbelül hogyan gondolkodhattak ezek az emberek, milyen lehetett az érzelmi életük, az érzelmeket ne felejtsük el. Hát azok nagyon fontos, nem csak a gondolatok, ha egyáltalán vannak gondolataik, de sosem a miénk, hanem azokat is mindig valahonnan kölcsönözzük, itt van a sok konfliktus körülöttünk. Micsoda érzelmek dúlnak egy Netanyahuban? Micsoda érzelmek dúlnak a palesztin oldalon? Érzelmileg motivált cselekvések ezek a szörnyűségek is, amelyeket a Hamas csinál. Nem valami koncepció, az is van persze, de. Tehát jó, ezeket nevezhetjük tapasztalatnak, és ezek megismerése egy külön feladat, amire végre rájt a történetírás, hogy nem mellőzheti, és ne ő találja már ki, hogy mi lehetett a negyedik Bélának a szándéka, és azt hogyan akarta ő megvalósítani az adott körülmények között, hanem próbáljuk kideríteni források alapján. Tehát ez egy pozitivista mozzanata a történetírásban, mint mindig fontos, történetírás tapasztalati tudomány, tehát az hihető, ami dokumentált, akkor nyugszik. Erre jó az ekodokument, az ilyen tapasztalatok megismerésére. Megismerhetőek a tapasztalatok az ekodokumentum kapcsán? Ez a következő kérdés. Na most, ennek a könyvnek szerintem az egyik nagyon érdekes állítása, főleg a két esettanulmány, Erika előbb beszélt, a Rákosi Jenő esettanulmány és a Márai Sándor esettanulmány, ennek a két megszólalása, a tézisnek, ezekben szólal meg, szkeptikus a szerző. Végülis azt mutatja ki, hogy igazából nem lehetünk abban bizonyosak, hogy ezen ekodokumentumok nagyon gondos vizsgálatával is
ellenére sem tudjuk meg, hogy mi lehetett a tapasztalatban. A valós tapasztalata az illetőnek, aki pedig ez esetben két értelmiségi. Szofisztikált értelmiségi, nem átlagember, erre még ügyzet érek, akik elvárható lenne, hogy meg tudják fogalmazni a tapasztalataikat, olyan formát tudják önteni, amely érhető a számunkra, ez sem utolsó szempont, persze nem értem ezek 20. századi szerzők, tehát még viszonylag érthetően beszélnek a számunkra, minél korábbra megyünk vissza, annál kevésbé értjük az embereket. Azt hiszük, hogy értjük őket, de valójában értem nem biztos. Na, erről a fogalom történetnek írásnak van mondani valója, hogy mennyire korhoz kötöttek a kifejezési módok, épp úgy, mint a tapasztalatok. Az érzelmek épp úgy, mint a tudás próbál. Ennek is egy külön tudománya van már, a tudás történet. Legközelebb esetleg azzal foglalkozhat. Na most, szkeptikus a szerző, mert azt bizonyítja be nekünk, nem állítja, hanem nagyon gondos elemzéssel bebizonyítja, narratológiai elemzéssel bebizonyítja, hogy itt olyan kavalkádja van a szövegeknek, a szövegkonstrukcióknak, ezekben a Rákosi féle és Rákosi Jenő féle és Márai féle naplóban és emlékezett és memoárokban, hogy egymásra csúsznak a különböző episztemológiai szinten, és ki is oltják egymást. Azt hiszük, hogy elsődleges tapasztalatot tudtak közvetíteni számukra, kiderül, hogy ezek az ő fogalmai, hogy másodlagosat, esetleg harmadlagos tapasztalatot, mit is kell ezen érteni? Minden tapasztalat valójában interpretált, értelmezett. Hiányoltad a pszichológiát, igen, itt jöhetett volna a pszichológia, mert a pszichológiai, tehát az észlelés pszichológiája, az emlékezés pszichológiájában a közhelyek, hogy már az érzékelésünk szelektív, a szelektivitás azt jelenti, hogy interpretál, tehát már az elemi szinten az érzékszerveink értelmeznek, és nem mindent fogadnak be, ez a szelekció, egyeseket igen, másokat elnyomnak, mert úgy interpretálják, az nem fontos. Ez már az észlelés stádiumában, aztán amikor megfogalmazzuk a dolgokat, akkor tovább szelektálunk, mert tovább értelmezzük. Tehát értelmezése értelmezés épül, stb. És amikor aztán végül van egy író, na, aki esztétikai ízléssel alkotja meg a szövegét, nem csak úgy leírja, mint parasztember, vagy átlagember, hanem esztétikai konvenció szerint, amelyekkel tisztában van, konstruálja meg a szövegét, akkor aztán már másodlagos, harmadlagos, nem tudom, hogy interpretáció szinten járunk. Tehát, ha pedig ez a helyzet, akkor azt kell mondani, hogy ezekből a szövegekből tudjuk is, meg nem is. Mi lehetett Márai 1945 utáni, lényegében az orosz megszállás, a kommunisták hatalomra kerülése és lassanként kialakult diktatúrája, stb. Ezekkel a jelenségekkel kapcsolatban mi lehetett az ő tapasztalata? Ezeket egyrészt még akkor in situ és a dolgokkal párzamos időben rögzítette, de aztán később átírta őket, meg kihagyta, meg törölte. Egy nagy részét pedig már utólag kompilálta, tehát a megszületések körülményei is azt indukálják, hogy valójában állandóan dolgozik az ember agya, és mindig újra is a később megtörténtek fényében újra értelmezi azt, ami előtte. Akár benne lejátszunk, akár benne lejátszódott, ha szüljön. Nem csak arról van szó, hogy megváltozott az értelme annak, ami körülöttem történik, hanem ami bennem esetleg lejátszódott, végbe ment, azzal sem vagyok már tisztában, nem tudom hamvasságában előhozni, mert közben én magam is megváltoztam. Tehát ilyen értelemben ez a analízis arra utal, hogy jó, hogy vannak ilyen dokumentumok, de ne essünk abba az illúzióba, hogy ezzel olyan mentalitás történeti hitelességgel tudunk szert tenni, hogy pontosan tudjuk, hogy mi az a tördeti mentalitás, amit éppen vizsgálunk. Ezeket a dokumentumokhoz fordulunk. Nem akarok sokat beszélni, és már végén is járok.
mondandómnak, irodalom. Ez valóban egy kicsit mellékesen merül így föl, holott egyébként az egész könyvet, mert narratológiai könyvből van szó, természetszerűleg átitatja az irodalomtörténeti, esztétikai szemléletból tudás. Hát nem véletlen családi háttér. Tehát a von Hausaus jön ez az érzékenység Balázsban, és ez nagyon szerencsés, mert valójában ezeket a narratológiai problémákat az irodalomtudományban dolgozták ki a legjobban, és tőlük kellett megtanulni egy csomó mindent. Ráadásul irodalmi művek tömkelege is belejátszik ebbe a korpuszba. Ezt még kisebbigen használtam, emlékezem, mondjuk ilyen irodalomtudományi művekre, Dobos Istvánnak a könyve például. Még kiderül, hogy gyakorlatilag majdnem minden magyar író életművében fajsúlya jelen van az emlékezésen alapuló fikciós műfaj. Kény esetben már szövetetében írt meg ezt. Na mindegy. De mi a történésznek, mi lehet a történésznek a bizonya a székirodalomhoz? Hát éppen olyan bizonytalanságban vagyunk továbbra is szerintem e tekintetben is, mint a ego dokumentumokkal, tudnéli. Szóval egy példára hat hivatkozza. Nagy örömmel fedeztem föl, hogy tárgyalod a könyvet helyén Ilyésnek, akkor a tavasz, mert nem hiszem a regény címe, az fiatalkoráról szól, egy fikciós önéletírás, a háborús évekről szól, ez a regénye az Ilyésnek, amikor ő kamasz volt. Már nem az uradalomban él a család, ez egy külön történet, hogy mi is az ő viszonya szociológiai ez az uradalomhoz kicsit periférik. Ez nem annyiben, már egy mezővárosban élnek, azt hiszem Tolnának hívják a mezővárost, egy nemesi kúriában egyébként. És elviszik a legényeket, a testvéreit elviszik a idősebbek katonának, ő lesz a családfő, 16 éves, 15 éves, nem is tudom, szóval egy. Ez nagyon érdekes az egész. Na most ennek kapcsán írja le azt a híres jelenetet, mert szinte minden történet, aki a korszakkal foglalkozik, és még én is belebuktam, csak egy másik történet kapcsán vettem a kezembe ezt a regényt, hogy 18 őszén, amikor anarchia van az országban, összeomlik a front, összeomlik az államhatalom, stb. Ezt mi úgy hívjuk polgári forradalom, polgári demokratikus átalakulás, meg egyebek, az első a köztársaság, na most vidéken terror uralkodik. A hazatérő katonák fegyverekkel a vállukon lövöldöznek, rabolnak, fosztogatnak, öldöznek. A parasztok, akik a uradalmi alkalmazottak, a cselédek, lázadoznak, stb. És leír egy ilyen lázadást. Hogyan fosztják ki a kastélyt, ezek a falusi cselédek. Miután itt az a paktum, az özöni paktum, hogy ebben a regényben és más munkáiban is, mert számos regény, egyébként van, fél tucat regény, ebben a kategóriában tartozik. A személyes emlékeken, élményeken alapszik. Tehát ugye a Hosszák népét azt például szociográfiaként is lehet tárgyalni, holott egyébként nagyon megkonstruált irodalmi munka. De vannak benne referenciális mozzanatok. Veszem az cselédbér. Leír, hogy mi a cselédbér. Ez egy tölteti adat, ugye? Na mindegy. Tehát visszatérve a Koratavaszhoz, ő is ezt személyes emlékként tárgyal. És olyan jó, hogy végre nem csak a hivatalos száraz dokumentumokból tudjuk megidézni ezt a tumultuózus jelenetet, ami sok helyen lejátszott, hanem egy írói meg. Én is idéztem. Na azonnal átírtam ezt a részt egyébként a készülő kéziratomban, mert akkor nem voltam rá elég érzékeny, pedig annak kellett lennie, hogy mégiscsak egy irodalmi szövegről van szó, egy fikcióról van szó. Igaz-e ez vagy sem? Vagy nem pusztán arról van ez szó, hogy hát
így, és teljesen tisztában volt az, amit a korembere, hogy ilyenek történtek. Erről sok újságcikket olvashatott meg, szóbeszédet. Könnyedén megkonstruálhatta ezt. Anélkül, hogy tényleg ezt nem tudjuk igazolni. Egy irodalmi tényábrázolás igazolhatatlan. Csak a történeti tényábrázolás igazolható, mert mi rá vagyunk arra kényszerítve, hogy lábjegyzetben odaírjuk, hogy ezt innen tudjuk. De az Így és Gyula nincsen rászorítva arra, meg egy író, hogy a úgynevezett történelmi referenciális értékű eseményleírásokat igazolja, hogy azok így történtek, megtörténtek, stb. Nota bene, a posztmodern szépirodalom, amelyik vendégszövegek tömkelegével dolgozik, és azt is elleplezi, nem szól róla, hogy ezeket nem ő írta, hanem na hát a Eszterházy Péter ilyenek a Eszterházy Péter egy csomó ugyanett kölcsönszöveggel volt dúsítani az irodalmi műveit. Amikor a német kiadás napjánra került, akkor a kiadó kötelezte az Eszterházy Péter, hogy jegyzetelje meg, hogy honnan lopta a szövegeit. A magyar kiadásban nem tudjuk, hogy Mikszától van, Tiszakánántól van, stb. Ez csak egy érdekesség, hogy a németek ilyenek, ugye, hogy mondhatni ezt, hogy a pozitív tudáshoz ragaszkodnak még szépirodalmi esetében is. Ez olyan, mint hogy ha így és több megkérdik, hát ugyan tessék már ezt igazolni valamilyen dokumentummal, hogy akkor a 18. novemberében ezen a helyen tényleg ez történt. Szóval nem biztos, hogy igaz. Referenciálisan elfogadható. Egy szépirodalmi tény közlés, esemény leírás. Még hogyha nagyon hihető is, mert beleillik abba a képbe, amit alakorszakról, alaptörténelmi időszakról általában tudunk. Tőle függetlenül. Minket ez tulajdonképpen igazol, hogy ez a tudás igazolja. Lámhát még egy olyan kvázi személyes emlékeken nyugvó, fikcionális ábrázolás is igazol bennünket. Milyen kényelmes dolog ez, azt mondani, hogy biztosan így volt. Hát mibe maradhatunk? Mint a bizonytalanak vagyunk az episztemológiai státusszal kirán annak, hogy ez tényleg hű leírása egy korabeli eseménynek. Nyugodjunk bele abba, hogy a hangulata az viszont úttól érhetetlen. Egy történész nem tud úgy ábrázolni ilyen jeleneteket, ahogyan az Illés. Mert ő írói eszközökkel, a retorikai hatáskeltésnek azzal az eszköztárával dolgozik, amivel a történész nem dolgozhat. Ránke óta, mert Ránke azt mondta, hogy tessék abba hagyni a retorikai sallangokat, szimbólumokat. Egyébként nem lehet, ez egy illúzió, de mindegy. Mindegyszer vissza kell szorítani, ezt hívják a szakirodalomban déretorizálásnak, tehát retorikátlanításának. Minél unalmasabb egy tudományos szöveg, annál hihetőbb. Által előadott történet. Annál szakszerű, annál tudományosabb. Minél szárazabb. Minél fullasztóbban unalmas, mert leírásokban gazdag, viszont hiányzik belőle minden díszítő elem, retorikai elem, minden hangulati, hangulatfestési, retorikai eljárás. A történészek erre vannak kényszerítve. Nem tudják szerencsére ezt betartani, és valamilyen korlátozott mértékben élnek a retorikai eszközökkel. Még Felman Bodernél is kimutatta a nanotológiai szakirodalom, hogy hány metaforát használ. Egy oldalon hány metaforát használ. Hanák Péterről meg, itt látom Csunderniket, Hanák Péterről meg egy külön tanulmányt írt a barát Kati, hogy két oldalon 25, mondjuk egy számot, retorikai metaforával, nyelvi metaforával élt. De nagyon, nagyon kifejezővé tette ezáltal azt a tárgyat, amit ábrázol. Sokkal jobb a hangulatfestése, a hangulati átihetősége annak a körületi munkának, amelyik most ezt lehet a irodalomtól átvenni. Nem az érdekes számunkra, hogy most így is igazolja, hogy tényleg akkor 18-ban ilyen volt a vidék, hanem hogy valamit közvetít számunkra annak a történelmi korszaknak atmoszférájából.
valójában egy valószínűséget nyújt nekünk az irodalom, illetőleg olyan emberi tartalmakat képes megszólaltat, olyan szubjektivitást képes kifejezni nyelvi úton, amire a történész nem képes, hát ő csak általában nem egodokumentumokkal dolgozik. Ha egodokumentumokkal dolgozik is, az csak újabban van, akkor is óvakodik attól, hogy túlságosan fikcionalizálja a szövegét, mert akkor már elveszíti a tudományos jellegét. Most, amikor itt én beszélek, az azt a kérdést veti föl, hogy hol a határa az egodokumentumokkal való munkálkodásnak. Mert hogyha túlságosan átadjuk magunk az egodokumentumokra, akkor belekerülünk egy kerencébe. Nevezetesen redukáljuk a tőletői tudást a kortársak tudására. Márpedig ez nem jó. Az analitikus filozófia tanítása szerint, és ezt én elfogadom, akik átérték, akik csinálták a történelmet, a történelmi ágensek, azok nem biztos, hogy tudják, hogy mi a történelmük. Mert nem tudják, mik a következményei a tetteiknek az életüknek. Azt csak a történész tudja, aki hátratekintő szemlélet jegyében, azzal is tisztában van, hogy mi következett arra a múltra. A szándékok szépek. Jó, tudjuk, hogy miért cselekszenek. De hogy azoknak a cselekvéseknek volt-e értelme? Mi volt a funkciója? Az már nem teríthet, az már nem derül ki egy ágens számára, mert az ő életét tudató jövőben igazolódik szóval. Ezt csak a történész a hátatekét a szemletjegyében képes fölmérni, mert ő a nem szándékolt következményekkel is tisztában van. Az egodokumentumok szer, különösen a napló, mint egodokumentum esetében, egy nagy a különbséget tekintetben, mondjuk egy memoár és napló között. A naplóíró az minden este nekiül az illető, és lejegyzi, hogy mi is történt vele aznap, vagy ilyenek körülötte. Ez nem egy összefüggő narráció, hanem csak egy ilyen fragmentált, dátumokhoz kötött krónika. Ez csak egy krónika. A krónika nem történelem. Az nem történetírás. A krónika az csak olyan, mint egy mint az annál lesz. Tehát, hogy évszám történik valami. Évszám történik valami. Ez is egy primitív krónika. A kicsit komplikáltabb krónika már elmond egy történetet, de még mindig nem tudjuk a jelentését a dolgok. Azt csak a történész fogja majd hozzáadni. Tisztában van egy csomó olyan dolga, amivel a krónika szerző, az annál lesz szerzője, nem lehetett tisztában. Tehát itt most csak arra akartam rámutatni, hogy az egodokumentumok használatának megvannak a korlátai. Ki lehet belőle hüvelyezni, hogy körülbelül milyen volt a gondolkodásmód az érzelemvilág valamikor, de nem lehet csupán kizárólag rátámaszkodva érvényes történelmet írni. Dacára annak, hogy én nagyon nagyra tartom az egodokumentumok használatát, mégis azt gondolom, hogy ez csak egy speciális hozzájárulás valamihez, például meg tudja világítani azt, hogy miért azt és miért nem mást tettek meg, cselekedtek meg az emberek adott időben, adott helyen. Ezt meg lehet belőle tudni. De hogy ennek mi az értelme a történeti fejlődés szempontjából, az már nem az egodokumentumok is feltételez. No, nem akarom tovább folytatni, mert lassan nagyon beszélem magam. Ez a könyv tehát tanítató. Tehát én azt gondolom, hogy különösképpen az első, a második és a negyedik fejezet, ugye ez a személyes források módszertani tagalása, a második a Pákos Ijenő esettanulmány, a negyedik a Márai esettanulmány, olyan szövegek, amelyeket föl kell venni, kedves tanár urak, a szemináriumi tematikában, olvasatni kell a diákokkal, mert ennél jobb elemzések ma az egodokumentumokról alig van. Valóban én is írogattam, Kövér is írogattam. Szóval olyan írogattunk, de hát én nagyon, nagyon oda vagyok ezekért a szövegekért, mert olyan finom elemzésekkel van tele. És olyan tiszta elvek szerinti végrehajtott analízisről, amelyeket közleket bocsájtani a diákokkal, hogy ők is tudjanak dolgozni
ezzel a típusú borrásra. Köszönöm figyelmet. Köszönöm szépen Jani Gábornak, illetve mind a két hozzászólónak a véleményét. Azt hiszem, hogy két pont, tulajdonképpen ha az 50%-a ennek a 6 fejezetnek csúcspont ebben a kötetben, akkor azt hiszem nyugodtak lehetünk, és tulajdonképpen ezt hallottuk most. Balázs, szeretném megkérdezni arról, itt Jani Gábor beszélt az érzelmi visszorulásról, hogy van-e kedvenced ezek közül, a három közül bármelyik, vagy ami írásközben, vagy ami az irodalmi indíthatás miatt kedvenced volt, de ha nem akarsz erről beszélni, akkor egy pici ellentétet is kiemelnék a két véleményből, mégpedig azt, hogy Szívos Erika egyetemen kis monográfiának nevezte ezt a kötetet, míg Jani Gábor egyetemen tanulmánykötetnek tartja. Úgyhogy erről is szeretnének megkérdezni, hogy van-e valami háló, ami mégis összetartja ezt? Nyilván van, persze. De tanulmánykötetté tartja össze, mert is monográfiával. Szerintem bármelyikről beszélhetünk, vagy ezek kívül, amiről a szerző szeretne mesélni. Köszönöm szépen. Megpróbálom összekötni a kettőt. Egyrészt köszönöm szépen az előttem szólóknak, hogy az előttem szóltak. Köszönöm. A rányos zavaromat leplezem. Tehát ez volt az első olyan könyvem, ha szabad ezt mondani, aminek élveztem a készítését igazándiból. Ami azért is van, mert valójában tanulmányokból indultam ki, és a hat fejezetből három fejezet az, ami már megjelent valamilyen más módon. Itt azért ki vannak húzva részek, hozzá van írva, átgondoltam, ilyenek. És itt a három fejezetből kettő a Fritz Pál tanár úr megrendelésére készült, amiért azóta is hálás vagyok neki. Ugye ez a Márai és a Rákosi, amit aztán jó alaposan azt gondolom tovább gondoltam. Van egy tanulmány, ami a Jani Gábor felkérésére született, vagy felszólítására, lehetőséget biztosított a Turkeven, hogy a Hajnal István körben föllépjek. És van három olyan tanulmány, ami pedig ebben a kötetben készült igazándiból. Az első például az ilyen, ami ide készült. Tehát, hogy az élvezeti értékét ez adta, hogy korábbi dolgaimat egyszer csak megértettem. Jobb később, mint soha, vagy legalább ebben az illúzióban ringattam magam, hogy én ezt megértem többé-kevésbé. Ahogy olvastam, hogy egyre inkább a nemzetközi szakirodalmat, angol nyelven, franciában, kevésbé nullányira, és németet akartam mondani, másik idegen nyelv, így vagy a helyére. Tehát, hogy az egész kötet, nekem már helyén van, a hatodik fejezet az tényleg azért van, hogy ugye időnk van, stb. De hogy azt, tehát hogy ezért roppant élveztem, de a hatodik fejezetben is próbáltam ugye hozzáírni bizonyos dolgokat, a személyes forrás, tehát ugye azt, hogy van a történésznek egy elgondolása arra, hogy mi a mainstream történetírás, és abban ő hogyan tudja a személyes forrást elhelyezni. És ugye én ezt próbáltam megírni, hogy nagyon nem terjeszkedik túl az érdeklődése azon a problémán, amivel éppen foglalkozik. Tehát, hogy van a személyes forrás, de a személyes forrás nem, mintha nem önmagában nézné, hanem csak egy adott szempontból csak azt tartja fontosnak. És én szerintem ez például kapcsolódik az íj és szöveghez, de történészek azt mondják, hogy itt az íj és személyes tapasztalatát lehet megismerni, arról, hogy mi történt 18 őszén, miközben egy nagy túros lehet valószínűleg megismerni. Úgyhogy azt remélem, hogy válaszoltam. Köszönöm szépen. Jó, és akkor a közönségnek is kinyitjuk egy pár percre, ha bárkinek valamiféle kérdése van az asztalnál ülőkhöz, akkor ezt várjuk. Elnézést kérek, én nem bírom megállni. Én történész tanács vagyok, ugyan egy Jani úr hozzászólásával szeretnék hozzászólni. Csak egyetlen egy, hogy én úgy érzem, hogy ez az amerikai vagy angol történész, aki azt mondta, hogy az önéletírások 18. század, ugye az ego dokumentumok az 18. században kezdődnek. Én úgy érzem, hogy korábbiak, mert ami az én szerény tudásomban van, például Bethlen Miklósnak az önélet leírása, az egyértelműen ego dokumentum,
vagy a napló, Veselényi naplója, és a kettő közötti a kis magyar szimplicissimus, ha jól emlékszem, tehát ezek mind ego dokumentumok. Csak ennyit szerettem volna, tehát én úgy érzem, hogy sőt mondjuk például a Szűrinek a önéletre rajza, mint 17. századi. Tehát én inkább azt mondanám, hogy korábbi. Csak ennyit szerettem volna, nem tudom, hogy... Köszönjük szépen! Bárki más? Jó. Hogyha nincs különösebb hozzászólás, akkor úgy látom, hogy a Napvilág kiadó egy standot nyitott a terem végében, tehát aki szeretné megvásárolni a kötetet lehet, és gondolom, hogy a szerző örömmel dedikálja, hogyha erre van igény. Akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a résztvevőknek a véleményeket, és gratulálok!